Minden politikusnak válaszolnia kellene a neki feltett újságírói kérdésekre, ezt mondta Híradónknak Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke. Azt mondta, ő is így tesz azóta, hogy egyszer azt kérte kollégánktól, inkább olyan kérdést tegyen fel neki, amire pozitív választ adhat. A politikusok többsége viszont nem követi a Fidesz alelnök példáját, a legtöbbször nem akarnak válaszolni a szerintük kellemetlen kérdésekre. Kérdezhet is, de inkább előhozakodnék a saját gondolataimmal. Orbán Viktor miniszterelnöktől még a közrádió riporterének sem mindig egyszerű kérdeznie. A többieknek pedig szinte lehetetlen. Az RTL Klub híradója számos interjút kért Orbán Viktortól, de sosem kaptunk erre lehetőséget. Nyilvános eseményeken pedig a miniszterelnök sajtófőnöke azt a látszatot kelti, mintha el akarná hárítani az újságíró kérdéseit. Miért nem vállalja vitát? Csak ezt akarom kérdezni. Csak szeretném megkérdezni, hogy miért nem vállalja vitát. De én nem zavarom. Nem. Rogán Antal frakcióvezető nemrég arról beszélt, a politikusoknak állnia kell a kellemetlen kérdéseket is. Mindig vannak olyan pillanatok, amikor valamilyen ügyben, akár egy televízió, akár egy másik médium kritikus. Ez szerintem teljesen természetes, ilyenkor az embernek tisztelettudóan kell viselkedni, és meg kell próbálni elmondani az érveit. Néhány héttel korábban viszont éppen ő nem állt meg az RTL riporterének, amikor stábunk a vagyonosodási vizsgálatáról kérdezte volna. Vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezett már maga ellen? És a politikusok gyakran hivatkoznak arra is, hogy az esemény, amin részt vesznek, másról szól, mint amiről az RTL kérdezni szeretné őket. Először, ha nem mintha az a sejtésem lenne, hogy másügyben is kérdeznének, de ha véletlenül ilyen tervük vagy szándékuk lenne, különösen tekintet arra, hogy látom, hogy itt az RTL Klub is, van bizalmunk a csatorna iránt. Így jártunk Sonkodi Balázs államtitkárral is, akit egy magánkórház átadásán kérdeztünk volna külföldi utazásairól. Nem mondja el nekünk, hogy hányszor volt Lázár úrral utazáson, és ott milyen tevékenységet folytatott? Még egyszer mondom, a munkáltatomtól, tehát ez a korábbi munkakörömből kifolyólag, nem ebből az ügyből kifolyólag vagyok ezen a rendezvényen, jó? Andy Vajnát pedig a nevével kapcsolatba hozott offshore cégekről kérdeztük volna, egy szépségversenyről tartott sajtótájékoztatón. Nincsen köze egyik céghez sem? Nem mindegy. Szevasz. Mondtam, hogy erről nem beszélünk. Kíváncsiak voltunk, miért nem szeretnek a fideszes politikusok és a kormánytagok válaszolni az RTL híradó kérdéseire. Ezt a párt alelnökétől kérdeztük meg. Hát, én most pont olyan, mint a vidéki pap, aki vasárnap arról prédikál a istentiszteleten ott lévő híveknek, hogy nem járnak az emberek templomba. Hát, ők pont járnak. Hát most én pont önnek kérdezem, nem kéne attól megkérdezni, aki nem válaszol. Emlékeztettük rá, előfordult már, hogy neki sem tetszett a kérdésünk. Az év elején arról kérdeztük, hogy miért zárt be a debreceni anyatejgyűjtő állomás. Miért azután indult az egyeztetés a klinikában, hogy bezárt az anyatejgyűjtő állomás? Nem tudna valami olyan kérdést feltenni, amire pozitívan lehet válaszolni. Most már úgy látja, akkor hibázott. Szörnyen hibáztam, azóta koplaltam 3 hónapot, és mélyen magamba szállva elhatároztam, hogy nem teszek ilyet, akármit kérdeznek, hát hogyha ezzel majd még egyszer bűnbocsánatot kapok, ne adj is, ne még az RTL-től is. Kósa Lajos szerint egy közszereplőnek, bármennyire nagyszerű ember, kötelessége válaszolni a kérdésekre.